A családfakutatás önmagában véve olyan történelmi tudományág, ami az embereket alapvetően érdekli, attól függetlenül, hogy valaki főnemes volt-e vagy épp közrendű polgár, mondta Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere a Lónyai Források című mikrokonferencián. Hozzátette, a megyében viszonylag kevés olyan politikus van, vagy volt az osztrák-magyar monarchia idején is, aki olyan magas politikai pozíciót töltött be, mint Lónyai Menyhért. Nekünk Nyíregyházán azért fontos a személyen, mert Nyíregyháza díszpolgára volt, és ugye ez a konferencia ez azért jött létre, hogy egyrészt a lónyai családot bemutassák, másrészt pedig azért, hogy emlékezzenek arra, hogy Nyíregyházának van egy ilyen oklevel, ami eredetiben megmaradt, amit restauráltattak, úgyhogy ez ezért fontos. Nyilván lónyaiaknak, a tüzséreknek, ahol a családnak a központi régi birtokai voltak, meg azért fontos, mert van egy olyan személy, akinek ugye az élete az predesztinál nagyon sok mindent és célt, példát tud mutatni az utókor számára is. Azt a formát, amit látnak, ez egy restaurált díszpolgári oklevél, amiből igen kevés van, akár a levéltárokban is. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője szerint a konferencia célja, hogy a történész kutatók és a térség fiataljai foglalkozzanak a lónyai örökséggel. Két település kezdeményezésével indult, hiszen az ősi fészek székhely az Kis Lónya, Nagy Lónya, tehát Lónya. A másik pedig, ahol Lónyai Menyhért felnőtt, Tuzsér, két település polgármesterek kereste meg a megyei közgyűlés vezetőjét, és nyilván egy ilyen alulról jövő kezdeményezésnek a célja nem csak az, hogy egy évben, az évfordulós évben emlékezzünk Lónyaira, hanem fölhívni talán a történészek, a levéltárosok figyelmét, hogy nagyon sok olyan terület van, ami akár kutatásra várhat. Klicsu Ferenc, a Tuzsér községért közalapítvány elnöke azt mondta, a lónyai 200 elnevezésű emlékév jó alkalom arra, hogy a történészek felkutassanak minden olyan szálat, amely révén a lónyai család tagjai megkaphatják a magyar történelemben nekik járó helyet. Tuzsér 1000 szállal kötődik lónyaiakhoz, ugye kb. 300 évig voltak jelen a településen, tulajdonképpen minden nekik köszönhetünk. Azt lehet mondani, a falu alapjait ők rakták le. A több mint 300 éves múltra visszatekintő halmatermesztés az ő nevükhöz kötődik. Ahogy már valószínűleg elhangzott, a Nyíregyháza-Ungvár vasúti fővonalat Lónyai Menyhértnek köszönhetjük. A belvizeket levezető, később róla elnevezett lónyai főcsatornát neki köszönhetjük, illetve ugye a Tisza szabályozásában is jelentős szerepet játszott. Ráadásul ugye az első iskolát, a református templomot is, meg hosszasan sorolhatnánk az ő érdemeiket. Azt szoktam mondani, hogy egy értékes hagyaték, amit ránk hagytak, és egy nagy kincs, és ezt a kincset nekünk őrizni kell, és tovább kell vinni, és továbbadni a következő generációnak. A házigazda levéltár vezetője azt mondta, ők maguk is fontosnak érezték, hogy megemlékezzenek Lónyai Menyhértről. A Lónyai 200 emlékév alkalmával leginkább Lónyai Menyhérttel foglalkoznak azok a programok, amelyeket Tuzsér Község közalapítványa szervezésében sok helyen tartanak. A mi programunk is ehhez az emlékévhez kapcsolódik, és próbálják megmutatni Lónyai Menyhértet, aki egy rendkívül különleges személyiség volt, és a mi megyénkhez kapcsolódik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárban tartott mikrokonferencián 6 szakmai előadást hallgathattak meg az érdeklődők. Emellett megtekinthették a lónyai családdal kapcsolatos levéltári dokumentumokból álló kamara kiállítást, valamint a Lónyaiak eltűnt világa című kiállítást is.